figyelmükbe ajánlom a Figaro bűvészboltban kapható Newcastle Notes című szeminárium füzetemet, amely angolul van, hiszen egy Newcastle-beli bűvész szeminárium adta az ötletet és a motivációt, hogy összeállítsam ezt a bűvész szeminárium füzetet. Amelyben nem csak az én, hanem kedves bűvészbarátaim Bökényi Gergő és Boldog Péter egy-egy mutatványa is szerepel, ezzel egy kicsit kiegészítve és változatosabbá téve az egyébként alapvetően kézügyességi kártyamutatványokat, ők mentál jellegű mutatványokat állítottak ebbe a füzetbe, küldtek be ebbe a füzetbe. Ahogy említettem, ez a Newcastle Notes című bűvész szeminárium füzet egy szeminárium alkalmával került kibocsátásra. Egy szójátékból jött a címe, hát egyrészt adódott, hogy Newcastle-ben volt maga a szeminárium, a Castle Notes pedig arra az anekdótára utal, illetve nem is anekdótára tényre, hogy Bruce Servan a Magic Castle-ben a 60-as években kezdte el összeállítani a legendás idő bűvész Di Vernonnal együtt töltött bűvész esték alkalmával azokat a jegyzeteket, amelyben megpróbálta lejegyezni, hogy milyen jellegű mutatványokat tanult. És arra gondoltam, hogy szójátékot fogok ebből csinálni, hiszen Newcastle-be tartom ezt a szemináriumot, és ezért egy kicsit referálva, hogy a Castle Notes-ra, mert így hívták az eredeti jegyzeket, ezt Newcastle Notes-nak nevezem el. Remélem, hogy páran élvezik ezt a kis szójátékot. Nézzük akkor még valami mást is, amit szintén ebből a szeminárium füzetből lehet elsajátítani. Az ember, hogyha kártyabűvészkedik, akkor természetesen egy csomag kártyát használni, általában egy talihó típusú kártyát. És sokszor kérdezik tőlem, hogy milyen típusú mutatványokat csinál egy kártyabűvész. Hát természetesen kártyát is szokott húzatni, de én mindenek előtt először is az asszisztenseimet szeretném bemutatni, ez pedig itt nem más, mint a négy dáma. A négy dáma, akikre visszatérünk, hiszen ők az én kedvenceim, de mielőtt a dámákkal foglalkoznánk, azaz csajoznánk, előtte egy más jellegű mutatványt szeretnék bemutatni. Megkérném a kedves nézőt itt a kamera mögött, hogy szóljon, hogy mikor álljak meg. Stop. Köszönöm. Ez pedig nem más, mint a Pik király. Hát ez lesz a választott kártya. A Pik király persze egy kicsit cseles kártya. Méghozzá azért, mert meglehetősen változékony, pillanatok alatt át tud változni egy Károly 5-ösre például. A Károly 5-ös önmagában viszont egy igazán ambiciózus jellegű kártya, hiszen ha betesszük ide a csomag közepébe, talán jól látszik, hogy ott megy, és betoljuk, egy csettintés, és megjelent a csomag tetején. Ez két apró momentum szintén elsajátítható a Lecture Notes-ból. Most viszont áttérnénk a csajozásra, hiszen a legfontosabb, amit önöknek beszeretnénk mutatni, hogy hogyan lehet könnyen gyorsan felszedni hölgyeket. Elsajátítható a szeminárium füzetből, ahogy említettem. A csomagban található négy dámát használjuk föl, egyesével szeretném őket felszedni. Hogy hogyan teszem, az nagyon egyszerű, hiszen a személyiséget használom a hölgyeknek. Itt van például a Queen dáma, Queen of Space, tehát a Pik dáma. Ugye ő a domina, ő a legerősebb dáma, a legerősebb értékű színhez tartozó dáma. Őt nagyon erős karakterre lehet csak felszedni. A második a Károly dáma, ahogy a gyémánt jele is jelzi, őt valóban csak sok pénzzel lehet meghódítani. A harmadik pedig a Queen of Clubs, angolul, magyarul a Treff dáma, akit ugye bulis helyeken lehet felszedni, és a negyedik a Kör dáma, a kedvencem, akire érzésekkel, szép szavakkal lehet hatni. Tehát összesen ugye négy dáma, talán még emlékeznek rá, hogy ezek közül kit volt a legnehezebb felszedni. Természetesen hangzik a válasz, ez nem más, mint a Pik dáma, a második pedig ugye bár a Károly dáma. Elárulom azt is a csajozás történetében először, hogy hogyan fogom felszedni ezeket a lányokat. Nagyon egyszerű, az a lány, akit felszedtem, a képpel lefelé levő dáma között képpel felfelé lesz. Bizony, így lehet tudni, hogy felszedtem. Maga a trükk pedig, hogy a csuklóm és nem az ujjam köré tekerem a hölgyeket. Többen gondoltak már erre, de én meg is tudom csinálni. Na, talán emlékeznek már, ki is, akit a legkönnyebb felszedni? Kördámát? Na nézzük csak, ha mindegy ez, akkor a kördáma lesz egyedül megfordulva az összes kártya közül, és valóban, hölgyeim és uraim, megfordult a kördáma. A kördámát ő könnyű volt felszedni, mert szép szavakkal lehet ráhatni, de a második már nehezebb, ötve kicsit picit meg kell hódítani, de hát ő is bulikban van, ugye Queen of Clubs, tehát a Treff dáma, hölgyeim és uraim, a kördáma visszafordult, és a Treff dáma pedig megfordult, azaz képpel felfelé van. Persze könnyű volt felszedni, hiszen az ember éjszakai buliba találkozik, akkor adott esetben sokszor hát szeretné azt hinni, hogy meg se történt ez a sztori, így valóban a Treff dáma is visszafordult, visszamegy ő maga normál életébe. Hát volt két csajom, van pénzem, tehát most már felszedhetem ugyebár a Károly dámát, és hölgyem is uraim, itt van a Károly dáma. Már három hölgyet felszedtem, és most már elég flegma vagyok, hogy a varázsmotívumot se csináljam, tehát nem tekerem a hölgyeket újra a csuklom köré. Egyetlen egy hölgyet kell felszednem, ez nem más, mint a Pik dáma. Hölgyem és uraim, talán kapok egy tapsot, hogyha kiderül,
hogy itt van a Big Dáma, tehát így sikerült mind a négy hölgyet felszednem egyesével. Ez volt az én csajozó sztorim. Köszönöm szépen! Hey!